Győzelemmel zárta a felkészülési időszakot a DVTK jegesmedvék. A hazai jégen szereplő piros-fehérek a bajnoki főpróbán Nagy Mihály csapatát fogadták, és 4-0 arányban győzni tudtak. A medvék ezúttal is egységes csapatjátékkal, jó egyéni teljesítményekkel rukkoltak elő, és készülnek a pénteken Nyitrán esedékes szezonrajtra. Pénteken este a piros-fehér mezes házigazda az ellen a Nagy Mihály ellen zárta a felkészülést, akik még az alapozás legelején legyőzték a mieinket. A hazai vezetőedző Glenn Hanlon két játékosára, Vas Jánosra és Ryan Harrisonra nem számíthatott, de információink szerint csak kisebb sérülés hátráltatja az érintetteket. Ám akik a jégen voltak, tették a dolgokat becsülettel, és ennek 16 perc játék után meglett az eredménye. A kapusról kipattanó korongot Somogyi pofoszta a hálóba. A második harmadban gólt nem, csak Zsiga Pance jóvoltából egy hatalmas kapuvasat lőttek a medvék, hogy aztán a záró 20 percben eldöntsék a találkozót. 3 perce tartotta a harmadik harmad, amikor is emberelőnyből leadott bombájával már második gólját ütötte Somogyi Balázs. Egy perc sem telt el, és újra változott az eredmény. Ebben az időszakban nem tudták szabályosan megállítani a hazai akciókat a vendégek, így kettős előnyből Galanis értékesítette Loázó okos átadását. Aztán a dán élvonalból Miskolcra érkező kanadai csatár gólpassza után jegyezhetett egy találatot is, az oldalra csorgó korongra elsőként csapott le és kialakította a végeredményt, csapata 4-0 arányú győzelmét. Tényleg ez olyan volt, mintha az alattól kezdtük volna az ABC-t, tényleg mindent próbáltunk az elejétől átvenni, hogy összeszokjon a brigád, és az edző azt kérte, hogy amit ebben az 5 hétben tanultunk, azt ő szeretné most. Egytől egyig mindent szeretném visszalátni, és én úgy gondolom, hogy ez az első és a harmadik harmadban talán sikerült is. Bár a modern csapatjáték alapja, hogy az egész együttes támad és védekezik is, de a védők azért is lehettek elégedettek, mert kapott gól nélkül hozták le a medvék ezt a találkozót. Az mindig jó érzés, egy kapott gól nélkül lehozott mérkőzés, mind a kapusnak, mind a védőknek, mert ugye ez mutatja, hogy jól csináltuk a dolgunkat, de itt kiemelném, hogy itt nem a védők védekeznek, hanem a csapat védekezés volt megfelelő, és sikerült megszűrnünk az ellenfél lövéseit, támadásait. Erre a továbbiakban is nagy nyomatékot kell majd tenni, hiszen a szerdai szurkolói ankétot követően pénteken indul a bajnoksága Nyitra otthonában, majd vasárnap Zsolna csapata ellen kezdik meg hazai igen szereplésüket a jegesmedvék a szlovák élvonalban. De addig sem maradnak jégkorong nélkül nézőink, ugyanis a most összefoglalt mérkőzést kedden 19:30 perctől ismétli meg a Miskolc Televízió.